Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket itt az Objektív adásában. Hát én ma úgy ültem ide le beszélgetni a vendégemmel, hogy lesz egy jó baráti beszélgetés. Nagyon-nagyon régen találkoztunk, de őt mindenki ismer ebben a városban. Ismerik volt kórházigazgatóként, sebészként, ma már aki házi orvos és neuropszichológus. Nagyon nagy tapasztalatokkal érkezett ma a városba, és olyan problémáról fogunk beszélgetni, ami nagyon sok embert érint, és érinthet minket is, a környezetünket, a hozzátartozónkat. Köszöntöm dr. Menyhárt Miklóst. Köszönöm, Miklós, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm a meghívást. Elmondom, ugye mi tegező viszonyban vagyunk, tehát ez marad is így a beszélgetésben. Jó. Milyen problémáról kell, hogy beszéljünk? Mi az, amire te felfigyeltél sok évvel ezelőtt, és azt gondoltad, hogy ez egy olyan foltja Magyarországnak, ahol és amiért tenni kell, és nagyon rövid időn belül. Én is köszöntöm a nézőket, és köszönöm a meghívást. Nagyon köszönöm, mert lehetőség van arra, hogy tényleg egy olyan problémáról beszélhessek, ami világszerte nagyon komoly problémát okozva, a megoldást keresik a világ minden táján, és tőlünk nyugatabbra lévő országokban elindultak olyan folyamatok, amik ennek a problémának a segítésén, a problémában résztvevő betegek, hozzátartozók, családok, ellátóknak a segítségét tudják megvalósítani. Tudnék, a szellemi leépüléssel járó és viselkedészavarral járó úgynevezett demenciás betegeknek, a demencia kórképnek, pontosabban a demencia maga egy tünetcsoport, és ennek a betegségnek, ami ebben a csoportba tartozik, a mérhetetlen nagy mérvű terjedése világszerte az, ami fontossá teszi, hogy erről beszéljünk. Azért is fontos erről beszélni, mert akik ebben érintettek, és nem megfelelő ismereteik vannak, azok részben a beteget sem tudják ellátni megfelelően, és saját maguknak is komoly problémákat okoznak, ha nem megfelelőek az ismereteik. Mert a demencia nagyon speciális ismereteket igényel, és ezt meg kell tanulni ahhoz, hogy elviselhető legyen mindenkinek. Vannak franciaországi tapasztalataid? Igen, hát 2013-ig Franciaországban dolgoztam, ott egy neuropszichológiai osztályt vezettem, úgyhogy előtte el kellett végezni egy neuropszichológiai másoddiplomát, amit a Strasbourg-Nancy Egyetemen végeztem el, és ezt követően tudtam foglalkozni az Alzheimer betegekkel, illetve a demens betegekkel. Ott van egy huszágyas osztály, aminek még mindig jelen pillanatban is a vezetője vagyok, és a Kommerszi Kórházban igazgató tanácsi tagként a szervezéseket, tehát nem csak szigorúan a szakmai orvosi tevékenységgel kapcsolatos kérdéseket és támogatom az igazgatót, hanem szervezési kérdésekkel, amik a demenciával kapcsolatosak. Mennyire akut a probléma Magyarországon? Hát az nagyon akutnak gondolom a problémát, mert Magyarországon nagyfokú tudatlanság kíséri a demenciával kapcsolatos kérdéseket, és ez a tudatlanság, ez az ismerethiány, ez nem csak a betegekre, vagy a családtagokra és az ellátottakra, hanem bizony az ellátókra is vonatkozik. Nagyon sok kórházban nem megfelelő ismeretek hiányában a demens beteg, az Alzheimeres, a demens szellemileg leépült betegeknek az ellátása nem megoldott, mert ők tényleg speciális ellátást igényelnének, és hogyha az ellátók, legyen az egy sürgősségi osztály, vagy egy sebészet, vagy belgyógyászat, vagy bármi, ahol nem tudják, hogy mit kell csinálni egy demens beteggel, aki teljesen másképpen gondolkodik, másképpen viselkedik, akkor nagyon komoly konfliktusok vannak, és ez mindenkinek, az ellátónak is, és az ellátottaknak is rossz. Maga a betegség, én ezt ugye úgy képzelem el, meg azt gondolom, hogy lakosság többsége is, hogy ez kifejezetten a 80 év körül fordulhat elő, és aztán korhoz kötött. Nőket, férfiakat egyaránt érint, és ugye az előzetes beszélgetésünkből azért kiderült, hogy ez bizony nem korhoz kötött. De nem ám. Hát alapban valóban azt lehet mondani, hogy 50-60 év fölött kezdődik el ez a betegség, azonban ahol megfelelő differenciál diagnosztika van. A differenciál diagnosztika azt jelenti, amikor egy betegségnek a különböző formáit elkülönítjük egymástól, és ezek a módszerek
módszereket meg kell tanulni, ezeket alkalmazni kell ahhoz, hogy pontosan tudjuk, hogy egy adott betegségcsoporton a tüneteken belül mikor mondhatjuk azt, hogy ez a beteg Alzheimer-es, mikor mondhatjuk, hogy ennek a betegnek csak korral járó emlékezetzavara van, de mikor mondhatjuk azt, hogy esetleg drog, alkohol okozta szellemi leépülésről van szó. Tehát a differenciál diagnosztikának a fejlődése, illetve a jelenlét, ez rettenetesen fontos. Visszafordítható? És sajnos ez a betegség nem visszafordítható. Ez a betegség, ez elindul, és a lefolyása egy 10-12-15 év. A lefolyásában, hogyha megfelelő ismereteink vannak, bár gyógyítani nem tudjuk, annyit tudunk tenni, hogy az életminőségét, mind a beteg életminőségét, mind pedig az őt ápolók életminőségét tudjuk megváltoztatni. Ez azért lényeges, mert hogyha beszélgetünk a betegségről, akkor mindenképpen tudnunk kell, hogy nem csak a beteg betegsége ez, sőt a beteg időnként nem is tudja, hogy ő neki ez a baja, hanem ez a családnak az egyik legnagyobb problémája. Tudnik, amikor egy Alzheimer beteget, vagy egy demens beteget ápolnak a családban, akkor ott a családból valaki, általában Magyarországon, de Nyugat-Európában is, valamelyik lánya mondjuk a papának vagy a mamának, akire rá ragad, ha szabad így fogalmaznom, az, hogy őt ellássa. És a betegség folyamán a szellemi állapotnak a romlásával, a feledékenységgel, az időnkénti viselkedésváltozások, magatartászavarok következtében nagyon speciálisan el kell fogadni sok olyan dolgot, amit addig az ember nem tudott. És ezt egy embernek végigcsinálni, rettenetes, fölbomlik a családnak a struktúrája. Milyen tünetekre kell odafigyelnünk? Tehát mi az a pont, amikor tényleg el kell gondolkozni a környezetnek ahhoz, hogy eljussanak addig, hogy orvoshoz kell vinni a hozzátartozómat? Mik az első jelei? Hát ugye a legelső jelek azok, amik igazából nem demenciára utaló jelek. Ezek az egyszerű feledékenységek, hogy elfelejtettem, hova tettem a kulcsomat, elfelejtettem fölírni a naptáramba valami dátumot, és nem jut eszembe. Ez nem demencia. Ezek olyan, már meg is tünetek, nyugodtam. Ez valóban meg is lehet nyugodni. Erre mondják, hogy korral járó emlékezett problémák, de még ezt sem mondanám, mert ilyen nincs, hogy korral járó, mert korral járóról akkor beszélhetnék, hogyha, és az valami van ilyen, hogy az éreredetű szellemi leépüléssel, a vaszkuláris leépüléssel járó problémáknál, akinek agyi érelmeszesedése van, sok magas vérnyomásos problémán, krízisen esett, tehát ott vannak olyan agyi éreredetű elváltozások, amik szintén egy szellemi leépüléssel, a memóriazavarokkal járó tüneteket produkálnak, de ezt úgy is mondhatjuk, hogy korral járunk, mert minél idősebbek vagyunk, és hogyha az életmódunk nem megfelelő, akkor az érrendszerünk is messzesebb lesz, ez nyilvánvaló. De ezek nem a speciálisan Alzheimer, illetve degeneratívnak nevezett demenciákat foglalják magukban, és ez azért fontos, hogy ezeket a kis tüneteket, amikor már változnak, akkor vegyük észre. Például, hogy a családban észreveszünk, hogy a hozzátartozónk a papucsát a hűtőbe teszi, mert hát nem tudja, hova teszi. Vagy megfőz. De vannak ilyen konkrét példák? Konkrét példák, igen, ezekből nagyon lehet tudni. Vagy a legelőször úgy szokott kezdődni, hogy nem talál haza, elmegy valahova a páciens, és akkor nem talál haza. És akkor otthon hát keresik, vagy megtalálják. Hát csak akkor jó, hát elmeszesedése van, korral járó. Aztán beteszi a hűtőbe, mondom, a papucsot például, vagy megfőzi az ebédet, aztán elfelejti megenni. Na, ezek már azok a tünetek, amik egyértelműen azt mutatják, hogy kialakult egy olyan jellegű agyi elváltozás, ami az Alzheimer-kor lényege. El is mondanám, hogy miért lényeges dolog az, hogy tudjuk, hogy amikor egy érelmeszesedéses, agyvérzéses állapot után ugye ismeri mindenki, hogy lebénul, nem tud beszélni, szellemileg is leépül, ezeket az éreredetűnek nevezzük. Az előbb említettem ezt a korral, úgymond korral járót, aminek viszont mégis visszautalnék erre. Ne felejtsük el, hogy fiataloknál is vannak ilyen memóriazavarok sokszor. Másnapos, diszkó után, másnap, ez is memóriazavar, ez is átmeneti memóriazavar. Stressz, vizsga előtt,
fölspannolja magát, nem tud aludni. Ezek a stressz szituációk is hoznak memóriavesztéssel, átmeneti memóriavesztéssel járó tüneteket. A gyászreakcióban például. Tehát vannak olyan állapotok, amikor ezek a memória problémák jelentkeznek, de nem degeneratív, de nem demencia alakul ki. És ez rosszabbodhat ez az állapot? Tehát ugye ott tartunk, hogy tényleg elfelejt hazamenni, elfelejti, hogy a cipőnek hol a helye, vagy elfelejti azt a mechanikus mozgást, hogy enni kell. Ez rosszabbodhat? Ennek, hogy ha Alzheimer betegségről van szó, igen, egyértelműen törvényszerűen rosszabbodik. Van egy lefolyása, az indulástól folyamatosan egyre több tünet áll össze, csak hadd mondjak példát, hogy a hozzátartozók általában akkor veszik észre, illetve akkor kezdenek el komolyan foglalkozni vele, amikor konfliktus alakul ki, például a pénzkezeléssel kapcsolatban. De nem lesz agresszív? Abban az esetben attól függ, hogy állunk hozzá, és ez egy nagyon lényeges dolog. Tudnilik, hogyha a tünetek közé, a demencia, az Alzheimer demencia tünetei közé tartozik nagyon típusosan az, hogy előbb-utóbb nem tud pénzt kezelni, és előfordul, hogy a családban a apuka mondja, vagy az anyuka mondja a lányának, hogy te drágám, hát elloptad a pénzemet. És ugye a család teljesen fölháborodik, és elkezdenek veszekedni, elkezdenek vele vitatkozni, van, ahol bíróság elé mennek, becitálják, mert nem tudják, hogy ez a betegségnek egy tünete. Nagyon lényeges, hogy a degeneratív demenciáknál, aminek több formája van, hogy az Alzheimer, hiszem a frontotemporális szindróma, Lewy-Teres szindróma, nem folytatom, de több formája van, ezekre az jellemző, hogy ilyen tünetekből lehet látni azt, hogy probléma van, az agyban lévő elváltozások következtében alakulnak ki ezek a tünetek. És ez romlik, ez folyamatosan romlik. Betegségtudat van? Betegségtudat általában nincsen. A betegeknek a kezdeti stádiumban nem. Ha valaki egy Alzheimer beteggel, ugye én differenciál diagnosztikával foglalkozom, neuropszichológiai teszteket szoktunk használni, az az alap, abból kell kiindulni, nem csak az ismert MMS óra tesztekről van szó, hanem 100-nál több olyan teszt lehetőség van, amiből rettentően pontosan meg lehet mondani, már mindenféle képalkotó és egyéb vizsgálat nélkül, hogy itt Alzheimer betegségről, tehát degeneratív demenciáról van-e szó, vagy valami másról. Csak példaként megemlítem, hogy a Parkinson betegségben is előfordul demencia, és arra is van speciális teszt, amit sokkal előbb meg lehet mondani, mint hogyha képalkotó vizsgálatokat nézünk. És ami másik fontos dolog, ugye, hogy ezt a folyamatot valóban kimondhassuk, hogy Alzheimer, amire aztán a kérdésre válaszolva mondom, hogy folyamatosan romlik, és ha megfelelően van kezelve, ha nincsenek ezek a konfliktusok, mert tudjuk, hogy ezek tünetek, majd mondok még egy-két tünetet, amit érdemes megjegyezni, és az ember akkor tudja, hogy ha ezek a tünetek vannak, ezt úgy kell fölfogni, hogy mintha vakbél gyulladása van valakinek, és a jobb oldalon a hasa fáj, hát az egy tünet. Soha nem mondhat, soha nem nevet azon senki, hogy, vagy nem érti meg, hogy hát vakbél gyulladása van, és miért fáj a hasa. Ugyanilyen tünet az, hogy például kitalálja, hogy elveszett a pénz, vagy elloptátok a pénzemet. Ugyanilyen tünet az, hogy elmegy bóklászt, ezt nem talál haza valahova, elindul, és mehetnék-e van. És vitatkozni vele az ilyen beteggel nem szabad. Mert jó, de itt a környezeti hatás tud csak segíteni. Föltétlenül. De a házi orvosnak is van nagy szerepe. Hát feltétlenül, hogy a házi orvos, hogyha ha van lehetősége, mert azért legyünk őszinték, a házi orvosok is túlterheltek, másrészt meg a betegek és nagyon sokszor indokolatlanul mennek házi orvoshoz, ezt ki kell mondani, és nincs idő arra, hogy a házi orvos oda tudjon figyelni, hogy mentálisan vagy viselkedésben valakiben változás van. Legelőször a családnak kell észrevenni. Ha ezt jelzi a háziorvosnak, a háziorvos megfogja tovább lépés az alapteszteken túl, elkezdi a további vizsgálatokat, ami hát ugye képalkotó vizsgálatok. Itt megemlítem, hogy az Alzheimer betegségnél nagyon fontos, hogy nem CT, mert ugye mindig mutatják, hogy a CT semmi nincs. Az éreredetűnél ilyesmi, a daganatoknál jó, de MR vizsgálat nélkül nem lehet kimondani. Meg egyéb ilyen vizsgálatok nélkül. Tehát a házi orvos az első szint, akivel meg kell beszélni, és nem azért, mert hogy ezzel túlterheljük, de a házi orvos valóban ismeri, látja azt például, egy példát mondok, hogy egy hónapja íratta fel a gyógyszereit, aztán visszajön két hét múlva, hogy elfogyott a gyógyszer. Ez már
Ez már egy jel példa, csak úgy eszembe jutott egy ilyet. Ezeket a tüneteket mind észre lehet venni, hogy megbeszélte a betege, rendszeresen szokott jönni a Józsi bácsi, az egyszer csak össze-vissza jön, nem jön két hónap múlva, nem jön a visszarendelése, és megváltozott. De igazából a családon belül kell észrevenni. Csak ugye a családoknál azt mondjuk meg őszintén, hogy az egészségkultúra egy kicsit nálunk lehetne, illetve fejlettebb kell, hogy legyen, és ezen változtatnunk kell, mert az emberek szégyelik azt, hogyha a családban valakiről azt mondják, hogy ez most belmebeteg dilis. De hát ez nem az. Hát ez nem az. Ez egy olyan probléma, ami az agyban kialakuló idegsejt szétesés és egy fehérjének a fölrakodás, az amiloidnak a fölrakodása következtében kialakul, és az emlékképeit veszti el ez a beteg. Tehát megszűnik akkor a rövid távú memória is, meg a hosszú is? Nem. A memória az mindegyikben megmarad, csak a memóriában tárolt anyagokkal van probléma. Ugye a hosszú távú memóriában úgy képzeljük el, hogy amikor egy inger ér bennünket, akkor azt bele kell az ultrarövid memóriába, ebben nem megyek a részletekbe bele, de három fokozaton keresztül kerül aztán a hosszú távú memóriába, és minden egyes olyan kép, amit az ember megőriz, ez a kép nem csak a képekről szól, hanem egy szag, egy illat, egy látvány, egy hang, egy tapintás, érintés, tapintás, ezt amikor megjegyezzük, akkor ez mindig egy hangulattal, egy érzelemmel társul. És ezzel az érzelemmel együtt kerül be a úgynevezett hosszú távú memóriánkba, annak egy bizonyos részében, ott is többféle memória forma van, ami automatikusan működik, ami előhívható, és ez ott marad. Na most, amikor az embernek eszébe jut egy emlékkép, előhívja, azt a hangulatot akár megfogalmazza, akár nem, de érzi. És ezt amikor előhívja, akkor jön elő a képpel, és ott meg át tudja élni azt, amit már átélt. Az alzheimeres beteg, ott a probléma, mert ugye úgy képzeljük el, hogy ezeket az emlékképeket, mint egy könyvtárban rendszerezve, csomagolva van, ezek a jók, ezek ilyenek, ezek idevalók, vagy ugyanúgy egy mappákban, számítógépes mappákban tárolva, és van, amelyikre jellemző, hogy ezek pozitív érzelmeket keltetek, van a másik, ami negatív, van, ami közömbös volt, és amikor a betegség miatt az agysejteknek a széttesése, nagyon egyszerűsítve mondom, jelentkeznek ezek a tünetek, hogy elveszíti az emlékeit, az érzelem az megmarad, és az érzelmet érzi, amikor elő akar hívni egy emlékképet, és frusztrálja, idegesíti, illetve először még nem, csak nem tudja, mi történt vele, és nem jön elő. És ez olyan, hogy például az előbb említett pénz példa, hogy ellopta a pénzét. Ő azt gondolja, mert valami miatt úgy érezte, hogy most így van, és a memóriájában nem talál hozzá megfelelő emlékképet, és hogyha elkezdjük ezzel, hogy de mama már merre mondjon ilyet, majd vitatkozunk, az a mérhetetlen. Tehát végtelen türelem kell akkor. Csak a türelem és a szereted, az empátia, mert ugye most hangsúlyoztam ki, hogy minden emlékhez érzelem kapcsolódik, és az ilyen betegeknek, amikor ez hiányzik, nem tudja előhívni a memóriájából a képet, az érzelem marad meg, ami átfordul, ha állandóan ellentmondunk neki, átfordul az agresszivitásba, de nem jellemző az alzheimeresekre. Pontosan a társadalom, mert ugye mondjuk el, hogy ugyanúgy, mint a cukorbetegség, vagy a magas vérnyomás, ez népbetegségé van nyilvánítva. 2014 óta, igen. Tehát nem olyan régóta, de ugye, ahogy mondtad, akut a probléma. A társadalom megsegítéséért, most így nagyban fogalmazva, de mondhatom azt, hogy a hasonló betegek családjainak megsegítése érdekében létrehoztál Magyarországon pár évvel ezelőtt, három évvel ezelőtt egy úgynevezett Alzheimer kafét, amihez hihetetlen módon csatlakoztak emberek. Nyilván a kíváncsiság is ott volt, nyilván az is, hogy bekerülök egy olyan körbe, ahol nyíltan beszélhetek a saját problémámról, de mégsem egy olyan pszichológus előtt vagyok, vagy pszichiáter előtt vagyok egy kis csoportban, ahol nem merek úgy megnyilatkozni. Mi volt ezzel a cél tulajdonképpen? Ezt Győrben hoztad először létre, igen. És már számos van az országban. Igen, valóban. Hát ugye Franciaországban, illetve Nyugat-Európában már nagyon évek óta működnek ezek az Alzheimer kafénak nevezett alulról szerveződő összejövetelek, ahol a betegek, a hozzátartozók, a szakértők, a szakdolgozók is részt vesznek, és itt lehetőség van arra, hogy mindenféle
bélyeg nélkül, stigma nélkül olyan, hogy ne érezzék megbélyegezve magukat, hogy most ilyen beteg van, mert azért Magyarországon nagy probléma, hogy a családokban letagadják, nem mondják meg, mert szégyelik, és elkülönül a családok fölborulnak, tehát a családoknak a hierarchiája fölbomlik, és nagyon komoly problémákhoz vezet az, hogy egy ilyen beteget nem tudnak, nem merik fölvállalni. Na most ahhoz, hogy ezt fölvállalják, nyilván egy olyan közeg a megfelelő, ahol ők beszélhetnek, és egyik elmondja a másiknak a történetét, hogy hogyan csinálta, hogyan csinálja, ezt szakemberek segítik szaktanácsokkal, és ez akik ellátják őket, akik a szociális és egészségügyi szférában, mert ez szociális probléma alapvetően. De ezt nem lehet gyógyítani. Uh-huh. És ezeknek az embereknek tudni kell, hogy adott esetben... És nem is vagyunk felkészülve. És egyáltalán nem vagyunk felkészülve. Nyugat-Európa sokkal előbbre van. Nem nyugati mádat, vagy bármilyen gondolat, amit mondok, hanem a tapasztalatok azt mutatták, hogy itt gyakorlatilag nulla, semmi nem történt ezzel kapcsolatban. Létrehozták annak idején a demencia centrumokat, van, ahol működik, van, ahol nem. De nem ez a lényeg, hanem az embereket meg kell ismertetni ezzel a dologgal, és azokat az embereket is, azoknak a figyelmét is fel kell hívni, akiknek nincs ilyen, mert borzalmas nagy mértékben terjed ez a betegség. Magyarországon nem tudunk pontos számokat, mert nincs megfelelő statisztika, nincs megfelelő differenciál diagnosztika. Örökölhető? Fontos? Nem. Igazából ez, van olyan típusa a demenciának, aminél egyetlen egy a szefár zsidóknak van egy betegség, ez egy ugye népen belül, ez gyerek, lányoknál van, de ezen kívül azt, hogy genetikailag meghatározott formája, tehát genetikai oka lenne, ezt így nem jelentetjük ki. Van olyan allél, ami a gének között, ami utalhat arra, de nem. Nem tudjuk, mitől van. Nem tudjuk bizonyítani a genetikai hátteret, nem tudjuk gyógyítani, és mérhetetlen gyorsan terjed, úgymond. Ugye terjedése azért is, mert azért az idős korosztályban ott már szignifikánsan, tehát jellemzően nagyobb számban jönnek elő a dolgok, másrészt meg azért a diagnosztika is jobban kimutatja, mert régen is voltak, hát csak ugye falun volt egy pár a falu bolondja, így gondolták, meg a Maris néni, hát hülyeségeket beszélt. Ez csak akkor nem volt neve. Ez nyilván így van. És ugye most nálunk ez a tudatlanság nagyon sok problémát okoz. Csak egy példát hadd mondjak, hogy egy családon belül képzeld el te is, hogy van egy papa mondjuk, aki megkapta ezt, vagy elkapta ezt a betegséget. Ez a család úgy szépen el van vele, hogy néha vitatkoznak. Aztán egyszer csak megdöbbennek, mert hát hallottad, mit mondott a papa? Soha életében ilyen szexuális dolgokról ő nem beszélt. Hát ők sötétben volt a gyereke, nem is tudjuk elképzelni, és most miket mond, és akkor fölháborodnak, rosszul vannak. Holott, mint mondtam, ez egy tünete a betegségnek, uh-huh. És erről ő nem tehet. De ezt a környezetes sem tudja. És hát nem itt tudja. Azért és sok-sok itt a, felvilágosítása és most, lenne. Ezért mondtam ezt a példát többek között, mert ezeket mind ki tudjuk küszöbölni, hogy adunk ismereteket másoknak. Volt rá példa Franciaországban a gyerekeknek mesekönyveket adnak ki. Mentem az utcán, Párizsban nézem, szabásvarás kezdőknek, angol nyelv kezdőknek, Alzheimer kezdőknek, kézikönyv. De itthon is jelent meg már kettő most már könyv. Két könyv, amióta, hát amiről mi tudunk, illetve elindítottuk. Ugye az Alzheimer Café elindult Győrben, azóta már 56. tegnap éppen Miskolcon voltunk egy Alzheimer Café-n, az egyik segítőmmel, és azóta két olyan valaki, aki átélte ezt a betegséget, tapasztalatait fölírta, és szerette volna, hogyha megoszthatja másokkal, segítettünk, két könyvet már kiadtunk. A Dunántúlon mennyire ismert, ez jó, vegyük ki Győrt, hát hogy működik az Alzheimer Café, hát hogy van egy... Nyugat-Dunántúlon igen, csak uh-huh. Kapásból, amit úgy föl tudok sorolni, egy Győr, Moson, Sopron megyében, Győr, Moson, Magyaróvár, Sopron, aztán Tatabánya, az már nem a mi megyénk, Dombóvár, Pécslend, délen ugye egy kolléganőm, a Heim Szilvia, aki jelenleg a PhD-ét írja, és rettentően elkötelezett. Ő nagyon sokat tesz, ezért ő Pécsi Egyetemen, ő is dolgozik, én is Pécsi Egyetemen mentorként azért tevékenykedem.
és ott már szűrővizsgálatokat is végzett, holott ugye szűrni nem tudjuk, csak előszűréseket lehet, ennek is megvan a technikája. Előrevetíthető, hogy rövid időn belül azért ez a jó dolog behálózza Magyarországot? Én úgy gondolom, hogy igen, mert hosszú ideig csak a Dunántúlon voltak az Alzheimer kafék, most már Debrecenben személyesen nyitottunk egy-egy. Csak hogy értsék a nézők is, Miklós. Igen. Egy-egy ilyen, nagyon kevés az időnk, nagyon sajnálom tényleg, mert akkora a téma, egy-egy ilyen összejövetelkor nem egy meg két ember van ott. Tehát, hogy értsük, hogy mennyire súlyos a probléma. Hát nálunk a győri Alzheimer-kafén 5-80-100-an vannak minden alkalommal. De nem is ez a lényege, hogy 80-an legyenek, vagy 100-an, hanem akik ott vannak, mondják ezt a el. Gondolatot mondják Így el van. Mindenhol, és nem azért vagyunk mi, hogy ha örülünk annak, hogyha a sajtóban megjelenhetünk, hogy most én elmondtam, hogy a Mennyhárt Miklós itt volt, hanem az, hogy ebből az emberek tanulva lépjenek tovább, tudnik a társadalom problémája is, és el kell, hogy jusson a döntéshozókhoz az, hogy ezzel a problémával foglalkozni kell. Mennyire volt olyan olyan szituáció, hogy próbáltad ezt nyitni, és falakba ütköztél? Hát igazából úgy, a nyitást azért megmondom, mi nem nyitunk semmiféle, nem szeretnék, ha bármilyen párt, vagy bármilyen politikai erő. Nem, semmi, kéne. Mondjuk egy településről beszélek. Ott ne, hát amikor ugye ez megtörténik, az Alzheimer Café elindul, akkor az ott lévő érintetteknek az érdeke létrehozni, és ők terjesztik. És soha nem olyan... Sok szakember tudtál bevonni? Hát nem én vonom be, mert ez alulról szerveződik. Adunk egy mintát, aki csinálja, és csinálják. Van egy alap, aminek alapján érdemes szervezni. Sőt, most már volt olyan, hogy az INDA program indult el, egy program, amit INDA programnak neveznek, de hát ez megint egy más téma. Tehát beindult, és az egész országban tényleg látszik az, hogy nagyon sok helyen, nagyon, hát viszonylag sok résztvevővel, nem mondom, nem a résztvevők száma, hanem maga az, hogy ez a dolog menjen tovább, és tudjanak hova fordulni a betegek és a hozzátartozók. Itt először meg a kérdés. És ez a lényeg az egésznek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Ne járt az időnk, és nagyon bízom abban, hogy hamarosan arról beszélgethetünk, hogy itt Keszthelyen, vagy itt legalább a környékben. Én nagyon valahol. Szeretettel Keszthelyen, ha itt elindul az első Alzheimer-kafét, technikailag én szívesen részt veszek el beindítással, meg a többivel kapcsolatban. Mert nyilván nem mert lehet differenciálni az országban, tehát ez mindenhol probléma. Hát persze, hogy az. Minden. Köszönöm szépen. Szeretettel. Köszönöm nézőinknek már a figyelmet, ne felejtsék el ezt a komoly témát hallhatják még ma este is, és természetesen a hétvégén is, és amennyiben kérdésük merül fel a témával kapcsolatban, kérem, vagy telefonáljanak a 322-100-as telefonszámon a szerkesztőségünkbe, vagy nyugodtan írjanak levelet nekünk Objektív című adásunkba, Kossuth Lajos utca 45. Viszontlátásra! Tekintse meg az X-Media virtuális művészeti galériáját. Legyen ön is tagja a művészeink közösségének.
Mutassa be alkotásait, hozza meg velünk gondolatait. Az X-Média bemutatja önt és műveit hazai és nemzetközi közönségének. Az X-Média elkészíti az ön bemutatkozó filmjét. Használja ki az online média előnyeit. Ez a jövő, tartson velünk! Keressen bennünket az xmedia@xmedia.hu e-mail címen, vagy a 0630 459 8349-es telefonszámon.